A szakmai nap célja a Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai segítése, tájékoztatása az új törvényi változásokról, illetve az új szakmai irányokról. Ezen kívül a szakemberek megoszthatják egymással tapasztalataikat, ezáltal előre mozdítva saját és egymás munkáját. A workshop kiváló lehetőséget biztosít a kapcsolattartásra és a szakmai fejlődésre. A Szaszekszárdi Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálata rendezi meg a jogszabály által előírt éves szakmai rendezvényét. Elsősorban itt a jelzőrendszer tagjai, képviselői, intézmények munkatársai jelennek meg. Két nagyon fontos előadást hallgatunk meg a mai nap. Az egyik a gyermekvédelmi jelzőrendszer jogszabályi változásairól fog szólni, a másik pedig a gyermekjogokról, illetve a gyermekjogi képviselő munkájáról fog szólni. Az eseményen Kliman István, Kazincbarcika város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Örömmel tapasztaltam, hogy arányaiban változtak az ivari összetételek, mert hogy eddig mindig hölgyek voltak itt, viszont a rendvédelmi képviselői is megtiszteltek minket, sőt az önkormányzati rendészetők ketten érkeztek, vezető és helyettese, míg Sallai doktor pedig a rendőrkapitányságról. Az előadásokat Lasztóczy né Szomorú Mónika, megyei módszertani szakember kezdte, aki a gyermekvédelmet érintő főbb törvényi változásokról beszélt, kiemelve az igazolatlan hiányzásokról szóló jelzések megtételéről szóló változásokat. Ő dr. Liszkai Mónika, gyermekjogi képviselő követte, aki a gyermeki jogokról, a jelzőrendszerről, valamint a gyermekjogi képviselő munkájáról prezentált.